Szép magyar települések, érdekes események. Kedves nézőink, ellátogatunk Csesztvére. Hogy miért? Hiszen mai műsorunk mindig kapcsolódik a Magyar Kultúra Napjához, és bizony, ki ne tudná, hogy miért is megyünk mi Csesztvére. És ahhoz, hogy be tudjuk önöknek mutatni ezt a települést, nagy-nagy szeretettel köszöntöm Kalmár Attila polgármester urat. Köszönöm szépen. És bizony őrá vár a nagy feladat, hogy mi bátran sétálgassunk Csesztve utcáin, és megtudjunk ezt, azt és nagy titkokat. Hát kedves polgármester úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást, nagy örömmel tettem. És szerintem a legfontosabb, hogy tudjuk, hogy hol van Csesztve. Csesztve Nógrád megyében található, Balassagyarmattól 10 kilométerre déli irányba, a Cserhát és a Börzsöny lábánál, találkozásánál lehet megtalálni. 340 fős kis település, 4 település részből áll össze, Bakó puszta, Csesztve, Gariba puszta és Kincsen pusztából. Hát meg kell mondjam, hogy nem túl sok a lakosság, de szerintem nagyon mozgékonyak és ügyesek lehetnek, mert azért mindig hallani valami érdekeset. Ha Nógrád megye, akkor gondolom, hogy itt is azért dombok láthatók egy kicsit, szép a táj. Igen, Csesztve az szinte az országnak az egyik gyöngyszeme, hogyha lehet ilyet mondani, és ugye amire még nagyon büszkék vagyunk, Magyarországon itt található az egyetlen Madách Imre emlékház. Most gondolom, hogy mindenki bólogat, hogy most már értjük. Na, akkor nézzünk is körül, hogy mi is jellemző rá. Van-e egy főtér, milyen épületek vannak? Ugye van egy Madách Imre emlékházunk, nagyon szép helyen, belátni az egész falut erről a helyről. Volt régen egy gyönyörű szép krími hárs, ami sajnos kipusztult, korosodott, és ugye ez miatt eldőlt. Meghagytuk a maradványait, direkt ilyen bogárszállónak, mivel hogy Csesztvén van egy óvoda is, és nagyon szívesen járnak ki a madácskertbe kirándulni, sétálni, játszani ezek a gyerekek, és hogy őnekik, hogy ugye legyen egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen kutatóközpontjuk gyakorlatilag, ahol ugye ezeket a bogarakat tudják vizsgálgatni, nézegetni. Van még egy 1212-ben épült Szent Márton templomunk, római katolikus templom a mai napig is működik, közelmúltban lett felújítva, kívülről is, belülről is, főleg belülről most legutóbb. Van mellette egy lurdi barlangunk, van egy nagyon szép kilátónk, be lehet látni a környéket, a szomszéd országba át lehet látni. Tényleg? Így van, szép időben, jó időben lehet látni az Alacsony Tátrát, főleg ugye télen még a hófötte csúcsokat is lehet majd lehet látni. Szép lehet. Igen, gyönyörű, szép. Van ezen kívül egy török forrásunk, a török időkben találták, teljesedett ez ki. Ezért török forrás? Igen, vagy... ez egy kristálytiszta vízű forrás. Inni lehet? Inni lehet, így van, be is lett vizsgáltatva a vize, iható vize. Budapestről is járnak oda, ahogy hallottam, balonokkal, műanyag balonokkal hordják a vizet föl Budapestre. Én is, mint gyerekként abból a vízből csinálta anyukám a főzeléket, a levest, úgyhogy... Hát a jó vízért bizony... És régen az aratók, elmegyünk. Így van, és régen az aratóknak is ebből hordtuk még gyerekként is az innivalót. Akkor ezen kívül van még egy evangélikus templomunk, van egy gyönyörű szép tájházunk. Nem tudom, hogy a kilátót, hogy említettem-e. Igen. Van egy kövecses terített kilátónk. Amit még el tudok mondani a környéken, hogy kellemes hétvégét, aki szeret sétálni, el tud tölteni. Mohorára el tud menni, van egy Tolnai Klári emlékház, van egy Mauks Ilona emlékház, Mixát feleségének egy emlékháza van. Palóc Múzeum, gyönyörű szép épületekkel, főtérrel, nem messze van Sklabonya Csesztvétől, oda már mondjuk autóval érdemes elmenni, mert az már egy ilyen 20 kilométer. Ugye ez is egy mixált, gyönyörű szép mixált emlékház, benne van Magyarország, ha jól tudom, 40 legszebb emlékházában, annak ellenére, hogy a határon átnyúlt, tehát Szlovákiába található. Horpács van még a környéken, ott is egy mixált emlékház van, Széchenyt még meg kell, hogy említsem, és Hollókő természetesen, az sincs nagyon messze. Hát tulajdonképpen egy gyönyörű csoportja a településeknek, és magának a magyar irodalomnak is ezek szerint jeles
területe. És miből él a lakosság? Mivel foglalkozik? Ugye, mint említettem, ennek Balassagyarmat közel van, ott van még mellettünk szűk település, ők már most javarészt ugye mindenki szinte bejár gyárakba dolgozni. Tehát inkább bejárnak, igen, helyben... Nem nagyon van munkalehetőség. Amint említettem, 340 fős település, nem nagyon tudunk helyben munkát adni. És miből tudja ön az egész települést fenntartani, az épüléseket? Például mondta, ugye a templom megújult, miből finanszírozza? A templom egyházi tulajdon, ezt az egyház kezeli, egyház építi, ő pályáz rá. Gyakorlatilag nekünk adóerőforrásunk nincs, tehát csak az állami normatív támogatásokból élünk, tehát nagyon minimális. Van egy agrárbirtok nevezetű társulás, egy cég, ők szoktak bennünket támogatni. Ott van helyben? Helyben, igen, ott van a székhelye, így van, és akkor ők szoktak minimális összegekkel, illetve ez egy vadásztársaság. Igen? Na! Tehát, hogyha Csesztvén van egy falunap, vagy valami, akkor hússal is meg szokták támogatni ezt a rendezvényt. Ó, de jó, hát jó kis vadhús, azt hiszem mindenki nagyon örül. Ha már itt tartunk a falunapnál, milyenek ezek a rendezvények, mikor tartják a falunapot? A falunap szeptember elején van, az környező településekről hagyományőrző csoportok jönnek felvonulni, nagyon nívós, nagyon szép felvonulások szoktak lenni, élőzene kísérettel. A hagyományőrző csoportokat muzsikus cigányok híján most már csak elektronikus zenész kíséri. Ez a világ. Pótkocsiról természetesen, de viszont szoktunk kérni lovasokat, tehát hintó, szekér szokott jönni. Van még egy madárijesztő szépség fesztivál, ez májusban szokott lenni, illetve október 6-ához közelítve megemlékezés Madách Imréről egy koszorúzás, rövid műsorral szoktunk a költő halálának évfordulóján tisztelegni, koszorúzni, és egy kulturális előadással a Művelődési Házban, mert akkor már hűvösek vannak, és egy egész napos program szokott ez lenni. Ez nagyon fontos, hiszen így tisztelgünk Madách Imre emléke előtt. Az előbbi az egy érdekes dolog, hogy madárijesztő szépségfesztivál. Igen. Hát ott meg mit gondoljuk? Hát ezt úgy tessék elképzelni, hogy ki van alakítva 10-15 ilyen hely, és ugye attól függ, hogy mekkora az érdeklődés, falubeliek lehozzák a madárijesztőjüket, ki vannak állítva, és egy zsűri végigmegy, hogy melyik a legszebb, idézőjelbe természetesen, vagy a legérdekesebb, igen, hát igen, a legkreatívabb. Így van. Igen, igen. Ez tényleg nagyon érdekes lehet, szerintem szórakoztató. Ugye a beszélgetésünk apropója, hogy Csesztvéről szól a Déli Harang a Kossuth Rádióban. Egy pár szót a hitéletről. Kik vannak többen, milyen felekezetek? A faluban körülbelül fele-fele arányban élnek evangélikusok és katolikusok. Amint említettem már, a katolikusoknak ugye saját templomuk van fönt, ez a Szent Márton templom. Régen ez úgy működött, hogyha elmondhatom, hogy egy héten egyszer katolikus mise volt, másik héten evangélikus istentisztelet, de aztán ugye nem jött ki egymással a két gyülekezet, és ez miatt építettek az evangélikusok is egy templomot. Hála Istennek rendeződtek ezek a dolgok, tehát most már nincs ez a... Hát így könnyebb, mert ugye mi van, ha pont nem arra a hétre kapják meg ők a lehetőséget, amikor nekik van egy fontos ünnepük. Szerintem ez így helyes. Igen, és ez így is történik. És azért mondom, most már barátságba élünk egymással, teljesen rendben. Tehát van hagyományőrzés, van harangszó, eljárnak az emberek a templomban, ami bizony dicséretes, és van ez a Madách emlékház. Mi jellemző még például? Úgy tudom, hogy van egy jó története az italozásról. Igen, ezt én hallomásból tudom, Grósmit Péter, Madách Aliz unokája, volt nálunk egy ilyen élménybeszámolót szerveztünk, ugye a Madách tradíciót úgymond ápolva, és ő mesélte ott, hogy Csesztvén ugye volt egy Madách Imre
termelő szövetkezet, pontosan Szügybe volt, csak Csesztvén is volt neki telephelye, és működött Csesztvén egy szeszfőzde, ami Madács Imre szeszfőzdejének volt a táblája titulálva. Gyakorlatilag, titulálva, igen, de ahogy Péter mondta, kisbetűvel oda volt írva, hogy Madács Imre termelő szövetkezet. De a többi az nagybetűvel volt. Ezek szerint, és ma is megvan még a szeszfőzde? Igen, megvan még, sajnos nem működik már, de az épület megvan még, tehát hogyha lenne egy szeszfőzdés, akkor még a mai napig is működik. Aki hallja, adja át, van egy szabad szeszfőzde terület, jó pálinkát. Munka lehetőséggel, jó pálinkával. Így van, kell az a magyar embernek, igen. Én is imádom a jó pálinkákat. Tehát akkor elég sok minden van a településen. Kik azok, akik esetleg önnek segítenek? Tehát kevesen vagyunk, akik úgymond segítenek, tehát javarészt, akik segítenek a település szépítésében, önkéntesek. Uh-huh. Tehát van egy, ugye, egy hagyományőrző csoportunk, van egy Csesztvéi Gyermekekért alapítványunk, és van egy polgárőr egyesületünk, ez ilyen ágazat, Balassagyarmati, tehát Nógrád megyei polgárőrszövetségnek a csesztvei ágazata, tagozata, uh-huh. vagy hogy mondjam, remélem jól fogalmazok. És ővelük szoktunk így rendezvényeket csinálni, tehát ők megrendezik a maguk kis ötletéből, hát ugye az önkormányzat valamilyen szinten ugye támogatja, akár helyszínnel, aha. akár pénzzel, akár előadóval. Tehát tavasszal egy szemétszedés szokott lenni, nyáron ilyen sportnapok vannak, vicces és sportnapok ilyen talicskában. Ezek talicskába. Is mind ilyen civil szerveződéssel igen, készül. Igen, ezt is például azt a sportnapokat a polgárőrség szervezi, aha. rendezi. Ugye, amit említettem már, a Madár Ijesztő Fesztivált ugye májusban a hagyományőrzők. Uh-huh. És akkor még a születi bált is azt közösen szoktuk a hagyományőrzőkkel uh-huh. megrendezni. És van is szőlő? Nem, nincs. Borunk az van, de szőlőnk az nincs. Ez a lényeg. Igen. Igen, nagyjából így működik, tehát ilyen közös segítséggel próbálunk, uh-huh. próbáljuk működtetni, színesebbé, szebbé tenni a rendezvényeket. És mi a vágya? Minek körülne igazán? Most van pontosabban Madách Imrének a 200. bicentenárium születésének évfordulója. Hát amit nagyon szeretnénk, a múzeumnak a környékét, aha. a parkot egy kicsikét rendbe rakni. Már úgy, hogy legalább a kerítést, kaput, a művelődési házunkat szeretnénk felújítani. Hát én megmondom őszintén, nem tudom, hogy mondhatom, hogy hány éves vagyok, de több mint 50 évvel volt utoljára felújítva az épületnek a belseje. A külső az csodálatos, szép, uh-huh. energetikailag fel lett újítva, be lett szigetelve. Igen, napelemes esetleg? Nem, napelem az egyelőre nincs még rajta, mert ez még 2013-ban, jól tudom, lett felújítva, még akkor nem volt divat a napelem, uh-huh. még akkor fűthettünk gázzal, nem kellett itt spórolgatnunk, és úgy gázkonvektorok vannak bent, tehát ennek a belsejét, illetve vizes blokkot szeretnénk felújítani, szeretnénk kialakítani, mivel a vizes blokk az sajnos úgy néz ki, hogy ki kell jönni az épületből, és uh-huh. alulra egy lépcső alá kell bevonulni, vizes blokk ki van alakítva, de nem a legmodernebb, és az épület mögé szeretnénk egy olyat, ami modernebb, szebb, nem kell kimenni, esetleg mozgáskorlátozottak is igen. tudják használni. Uh-huh. Szóval tervek vannak, tervek ahogy látom. Tervek vannak, játszóteret szeretnénk kialakítani, a parkba szeretnénk még egy ilyen interaktív ösvényt létrehozni. Szeretnénk ugye, mivel Madách Imrének a felesége Fráter Erzsébet volt, egy Fráter Erzsébet parkot vagy valami emlékhelyet uh-huh. létrehozni. Az utunkat szeretnénk megcsinálni, egyszerűen gyalázatos. Hát ez elég sok pénz kell, csak amit eddig hallottunk, úgyhogy... Igen, van mit. És ha kevesen vannak, még pályázni is nehéz. És az a baj, az útra még pályázni sem tudunk, mert az közútnak a tulajdona. Ja, úgyhogy akkor... próbálunk náluk lobbizni, hogy csinálják, uh-huh. mindig egy kis foltot rátesznek, de nem ez lenne a megoldás. Nem ez lenne, igen. Mindig kíváncsiak vagyunk arra, hogy egy-egy településnek milyen neves, híres emberei vannak. Hát ugye volt egy Madách Imrénk, aki sajnos már nincs közöttünk, és van egy megyés püspökünk, ő Palánki Ferenc püspök atya, akire nagyon büszkék vagyunk, és Csesztvének a díszpolgára is egyben. És gondolom talán egy kicsit tud akkor közben járni is az érdekükben. Én nagyon remélem, hogy igen. Valamint
Van a temetőben még sok híres emberünk, Kánai Nándor például, Balogh Károly, illetve a Madách leszármazottaknak síremlékeik, és van egy Nyizsnyánszky János nevezetű tisztelendő úr, akihez egy érdekes kis sztorit még elmondanék. Egyik reggel jött ki a parókiáról, és a küszöbön talált egy csecsemőt, egy esernyővel letakarva. És ugye ebből született a Szent Péter esernyője, Mikszáth Kálmánnak. Tehát ez volt az eredeti történet hozzá, éppen most lehetett látni a tévében. Igen, én ezt így hallottam, hogyha nem is igaz, akkor is ez a mi kis sztorink marad. Így van. Kedves polgármester úr, én azt hiszem, hogy ami egy ekkora településtől elvárható, annál sokkal többjük van, és hát én kívánom, hogy ez a sok terv megvalósuljon, hiszen a magyar kultúrát ápoljuk azzal, ha lesz park, fel lesz újítva, művelődési ház, vagy bármi más, ami szükséges. Én kívánom, hogy legyen egy jó kis közösség ott, és visszavárjuk, hogyha már azt mondhatjuk, hogy mindennel kész vannak. Köszönöm szépen.